Varga István vagyok, a Argazbull Kennel egyik tulajdonos, amire a másik a lányom. A Sárpanninas Kennelnek a tulajdonosai vagyunk, és ezzel a fajtával a megismerkedésem, hát elvileg nem megismerkedésem, nem gyerekkoromban volt, de a gyerekkorom óta vágyottam rájuk, és akkor előre mindig álmodoztam róla. Felnőttem, elmentem, és megveszem a világ legeredményesebb kutyáit. És akkor kimentünk, és végigjártuk egész Jugoszláviát, és akkor rátaláltunk egy kennelre, Jubomirnak a kennelére, és akkor megvettünk ott, három világgyőztes kutyát vettem. Azokat tenyésztettük, elkezdtük tenyészteni. Hát jelen pillanatban a világ legeredményesebb kennel a miénk. 23 világgyőztesünk van, ami még soha nem volt, és 20 Európa győztesünk. Szerbiai eredményeinket nem tudjuk felsorolni, annyi van. Szerbiába is kaptunk kitüntetést, és Makedóniába is kaptunk egy kitüntetést mind a két államba. A Sárpanninasot, hát egyedül a Sárpanninai hegyről kapta a nevét. És azt mondják, hogy a Sárpanninai hegynek ez az ékszere. Egy annyira tökéletesen jellembe kifejlődött kutya, ami őrzésre, nyájőrzésre, területőrzésre használják, mely farkasok ellen, medvék ellen, akár kétlábú tolvajok ellen is, de mindig és mindenkor lehetett rájuk számítani és megbízni bennük. Nagyon függött az ottani embereknek az élete a kutyáktól. Ugyanis azt kell tudni, hogy három farkas képes egy éjszaka 500 birkát megölni. És ott nincsenek nagyon termőföldek, nagy részben az emberek állattartásból élnek. És nagyon-nagyon befolyásolta a kutyáknak a minősége, az élet minőségüket. És ezért nagyon-nagyon-nagyon büszkék a kutyájukra, nagyon-nagyon szeretik a kutyájukat. Sárpanninasnak a jelleme az nagyon egyedi. Az teljesen egyedi, ami végül is ő sosem akarja legyőzni a gazdáját. A Sárpanninasnak az volt régen a standarden is, hogy idegenekkel, egy felbőszült vadállatnak kell lenni, ha támadás éri. A családnak egy alázatos rabszolgájának kell legyen. És ezért minél gyengébb valaki, annál jobban védi. Tudja, hogy kinek milyen szüksége van rá, tudja azt, hogy most idősekkel hogy kell, tudja azt, hogy kisgyerekekkel milyen szükség. A legrosszabb kiskutya is, hogyha egy pici gyerek van, az sose löki el, inkább meg lebénul menet közben, de nem löki el. Ez nagyon különleges típusú, ez sosem akar falka vezér lenni. A család szent. A kutyák nagy részének, ha legyőzöm, akkor én vagyok a falka vezér, a családot elfogadja. Ez fordítva, a család neki szent. És minél gyengébb, annál jobban védi, akár időseket, akár kisgyerekeket. A kislányomtól kérdezik mindig, hogy miért szereted ezt a fajtát. Hát azt mondja, ez nevelt fel. Én mikor picike volt például, letett az anyukája egy plédet, és a akkori sárpunk beült, és akkor ha lemászott a plédről, akkor megfogta a kis bugyját, és visszatette, és figyelte. De egy madár nem szállhatott le az udvarra, úgyhogy és ez volt az egész feladata, hogy ment, visszatette, megint figyelte, és őrizte. De ez a jellem, ez nagyon erős. Idősekkel például egyik barátom olyan helyen lakott, hogy nagyon sokat loptak tőlük. Aztán kérdezte, hogy én szerintem, ha venne egy sárpot, akkor hát mondom, akkor biztos, hogy megakadályozza a lopást. Hát egy másfél év múlva felhív, hogy te tartozol nekem, fel kell, hogy jelentselek. Mondom, miért? Azt mondja, az áramat ki kell cserélni, mert berozsdásodott.
fél éve nem zártam be. A járdát kapálnom kell, azt mondja, és a mama, amikor a 87 éves mama jön le a lépcsőről, akkor leteszi a botot, a kutya odaáll, a hátára támaszkodik, és akkor egy ilyen vidéki házba laktak, tyúkokkal foglalkoztak, és azt mondja, hogy egész végig elkíséri a tojatóhoz. Úgyhogy kampósbot helyett is használtam mama, de abszolútom nem, hogy vigyázott rá. Baromi figyelmes, nagyon-nagyon figyelmes kutyák. Ez nincs olyan, hogy ez a kutya, amelyik soha nem támadja meg a gazdáját. Amelyik megtámadja, vagy morog a gazdájára, az se lejt. Az se lejt, az nem szabad tovább, nem is szabad tovább se tenyészteni, sem tartani. Ennél a kutyánál ez ki van ölve, hogy ennél a fajtánál, hogy falka vezér akarna lenni. Ezt a fajtát mindenkinek javasolnám. Ugyanis, akinek még sosem volt kutyája, ez a fajta megtanítja, hogy kell viselkedni a kutyával. Ő gondolkodik helyette. Nagyon önálló gondolkodása van, és azért javasolnám mindenkinek, mert a kisgyereknek azért, mert bármit csinálhatnak vele. Az öregeknek azért, mert védelmezi őket. Az soha nem lök meg egy idős embert, hogy elessen. Nagyon figyelmes kutya, annyira figyelmes, hogy ha például van olyan, hogy összeverekednek, belenyúlhatok a szájukba, nem harapnak meg. Szóval amilyen kemény kutyák, olyan figyelmesek, olyan elérzékenyek. Úgyhogy nincs olyan korosztály, akinek nem javasolnám. Ez egyedül mondjuk városi házba oda nem. Habár egy ilyen olasz, nagyon gazdag ember vett tőlünk, az mindig egy Porsche-val jár, és akkor mindig a Porsche-n ott ül mellette elől. Úgyhogy az az úti társa a sportkocsiba, úgyhogy ott előcsörög, akkor lehet, hogy nagy tereket bemozog. Mikor nyájőrzésen vannak, akkor egész nap figyelik a nyájat, és egész nap mozognak, úgyhogy erről azt mondják, hogy 24 órából 24-et figyel. És azt szeretem bennünk nagyon, hogyha a sok kutyánk van, ha bárki idegen kijön, akkor ugatnak egy percig, és akkor úgy csinálnak, mintha nem is oda néznek, az egyik szemük mindig ott van. Ha valaki agresszíven mozdul, akkor már támadnak. Ha nem, akkor tudják, hogy velünk van, és abszolút nem támadnak. Nem egy ugatós fajta, ennek oka kell annak, hogy ugasson, vagy nem egy hátba támadó, őszinte, tiszta szellemből, ha támad, akkor nagyon nagy oka. Először egy picit figyelmeztet, de ha ő neki támadásba kell indulni, akkor agresszíven. Hát ez falka kutya, végül is falkába őrizték nyájat. Mindenhez, akár ha hozzá van szoktatva macskával is, bármivel nagyon jól el van. Mindenhez, amit a gazdája elvár tőle, attal el van. Egyetlen egyet sosem javaslok, hogy más kutyával tartsák. Úgy ne tartsák, főleg, hogy egy másik fajta kutyához vigyék oda. Soha nem javaslom azt, mert ezek annyira más természetűek, akkora értékük van, hogy azt nem szabad tönkretenni. Ezek a kutyák, ezek nem régen lettek lehozva a hegyekből. Nincsenek túltenyésztve. Nagyon, hála Istennek, nagyon-nagyon egészséges típus, igénytelen. De azért azt kell tudni, hogy ezek nem voltak elkényeztetve. A táplálékot maximálisan felhasználja, értékesíti. Nagyon-nagyon kicsi, ahhoz képest, hogy mekkora testűek, a táplálékbevitel ahhoz képest kevés, nagyon-nagyon minimális. Úgyhogy nincsen túltenyészve, jó idegrendszerűek, az idegrendszer
is befolyásolja az anyagcserét. És az egészségük az így, hála Istennek, nagyon-nagyon-nagyon biztos. Mi nálunk például állatorvosi beavatkozás szinte sosincs. A szaporodásuk az természetesen, nem kell mesterségesen, hiába ilyen nagy testűek, nagyon mozgékonyan, nagyon gyors kutyák a testükhöz képest, baromi gyorsak. A sáfalinacnak az életkora az hát természetesen változó lehet, úgy, mint az ember is, kaphat rákot 5 évesen is, meg kaphat 100 évesen is. De mi még 12 éves kutya, én nálam még elfut több kilométert, elhúz biciklivel több kilométert egy nap, úgyhogy még fedeztetésre is lehet, hogyha nagyon akarja az ember használni. A táplálék nagyon befolyásolja az egészséget, és a mozgás is nagyon befolyásolja. Amit ahogy tartom, az nagyon-nagyon befolyásolja. Oda kell figyelni, nem szabad túl nagy fehérjét, nem szabad túl erősen, nem szabad nagyon elhízlani őket. Ez egy egészséges fajta, és ezt meg kell tudni tartani. De nem nagy az energia felvétele, mert mindent hasznosít. Hát, ha valaki szeretné ilyen kutyát venni, természetesen nem mindig van kiskutyánk, de hát tőlünk simán lehet, vagy hát biztosítékkal lehet. De a Karakán Klub is tud felvilágosítást adni, hogy kiknek van sárpalinacuk és kinek van kiskutya. Egyszer eladtam egy növendékkutyát, akkor azt hittem, hogy abba hagyom a kutyázást. Finországba vitték ki, és már 7 hónapos volt, de úgy volt, hogy megtartom, de aztán közben jött egy kis gond, és megvették. És én vittem fel a reptérre. És betettük úgy, hogy ne háttal legyen nekem, és megfordult, és szinte folyt a könny a szeméből. Na mondtam, akkor most abba hagyom. De hát azt akkor a többi azért mégis adott erőt, de nagyon érzékeny, nagyon, amilyen kemények, olyan érzékenyek tudnak lenni. Hát olyan, mint egy igazi kemény küzdősportot végző ember, aki azért, azt mondják, azért az az Isten erőt, hogy a gyengét védjük, nem azért, hogy a gyengét bántsa. Szóval ezeknél ugyanez a felállás.